Nincs olyan építész, akinek ne lenne munkája, és szabad kivitelezőt is nehezen találni. Megugrott az építkezési kedv. Egyszerűsödött a bejelentés és január 1-től a 300 négyzetméter hasznos alapterületű lakóépületeket a műemlékek kivételével beemelték az egyszerű bejelentés hatálya alá. Az ország szinte minden régiójában jellemző, hogy a tervezők és az építetők is szinte teljes kapacitással dolgoznak. Probléma viszont, hogy az európai átlagon aluli díjakért terveznek az építészek, a kivitelezők pedig továbbra sem találnak szakképzett építőipari munkaerőt. Vég József, a Magyar Építészkamara megyei elnöke van a stúdióban. Köszöntöm. Jó estét kívánok. Jellemző ez a helyzet a megyére is? Mindenképpen ebben a témakörben megjelentek az elmúlt hetekben mondjuk az építészkamara vezetői részéről egyfajta ilyen nagyobb publicitású sajtó orgánumokban nyilatkozatok, így Eltér István, a Magyar Építészkamara alelnöke egy ebben a témában átfogó írásban adott számot úgy a szakma leterheltségéről, mint a tervezési díjak világáról, vagy a magyarországi viszonyokról, és ehhez kapcsolódóan az utánpótlásról, az idősek és a fiatalok munkába való részvételéről, vagy az idősek bennmaradásáról, a fiatalok integrálódásáról elég sok a problémánk. Mennyire szelektálódott az építész társadalom, vagy a mérnök társadalom itt az elmúlt évek válságos időszakában? A nehéz éveken van túl a szakmánk. 2014 volt talán a legnehezebb év az építész és mérnök világnak. Ez valamilyen logika mentén egyébként összefügg a választások időszakával. A terveznivalóink és a műszaki feladataink jó részt adott esetben a választási ciklust megelőző évben vagy években jelentenek elsősorban a tervezőknek feladatot, hiszen egy választási ciklusra általában az eredményeket kell már felmutatni, a megvalósult eredményeket. Úgyhogy 14 a választások utolsó éve kifejezetten nehéz időszak volt, de a gazdasági válság után az ezt megelőző egy-két év szintén a tervezőirodák világába 70 vagy 50%-ra visszaeső termelést, amit mi árbevételben mérhetünk, tehát ilyen szintű visszaesést jelentett. Ezek az irodák aztán erre vagy tudtak reagálni, vagy nagyon sokan a közép méretű 10-20 fős nagyságrend irodákból egyébként tönkre mentek, vagy elolvadtak egy-két fősre, hogyha mégis ki akartak tartani. Most viszont a csok, illetve az egyszerűsített ügyintézés megpörgette kicsit ezt az ágazatot. Van-e elegendő szakember már, mint mérnök és építész a megyében? Mert az építőipari szakmunkások az egy másik terület. Van itt több sebből vérzik Igen. most a szakma. Igazából a kapacitásokkal és a feladatok és az azt elvégezni képes műszakiak arányával, vagy egymásnak való megfelelésével komoly gondjaink vannak. Nem is a csok az egyetlen problémája, most nem probléma egyébként, mert mindig azt mondjuk, hogy legalább emiatt fájjon a fejünk, hogy a van az elvégzendőket hogyan és milyen erőkkel végezzük el, hanem hát azért itt vannak az elköltendő uniós források is, amiknek úgy tűnik, hogy erre az évre, tehát 2017-re szintén igen jelentős hányada jelent majd tervezőknek, mérnököknek, építészeknek feladatot. Úgyhogy ez együtt a tavalyi csok, úgynevezett csokbombával, én kezdtem el ezt, lehet, hogy mások is így használják ezt a dolgot, de a lényeg, hogy ez a két dolog egyszerre úgy tűnik, hogy sok az egyébként az előző években viszont meggyengült kapacitású szakmának. Lehet, hogy ez megfordítja majd, vagy legalábbis megállítja azt a folyamatot, hogy a fiatal pályakezdők sokan külföldön keresik a boldogulást? Mindenképpen nagy segítség a szakma presztízsének, önbizalmának visszaszerzéséhez a mostani légkör, az, hogy szükség van ránk, és tulajdonképpen aki ér valamit és akar dolgozni ebben a szakmában építész létére vagy mérnökként, azt gondolom ebben az évben nem kell féljen attól, hogy munkanélkül marad. Úgyhogy nem nagyon régen a
a Kelet-Magyarország címlapján megjelent írásban harcba szólítottuk az idős és a fiatal mérnököket, építészeket egyaránt, elsősorban az építészeknek szólt, de hát mindig elmondom, hogy az építészek munkája féllábú lenne a mérnökök munkája nélkül, úgyhogy ha egy épületről beszélünk, akkor annak a befektetendő munkának a felét végezte el az építész, a többit pedig a 4-5-6 mérnök szakma teszi hozzá, akikkel mi sülve-főve együtt dolgozunk. Az, hogy az építési engedélyezési eljárás jelentősen leegyszerűsödött, illetve az egyszerűbb jelentés hatája alá esett a tervezendő, az építendő épületek jelentős része, az egyrészt üdvözlendő, másrészt viszont egy csomó új problémát vet fel, például a felelősség kérdését. Innentől kezdve azért az építészekre, a mérnökökre nagyobb felelősség hárul. Igen, ez egy valós probléma. A tavalyi hullámban, amikor ezek a tulajdonképpen a 300 négyzetméter alatti új lakásokról kezdtünk el beszélni tavaly év elején, és az építési bürokrácia csökkentés jegyében aztán ez a folyamat, illetve hát nyilván valamiféle felmérés és az igényeknek a tesztelése után ez kibővítésre került a bővítések, átalakítások világára is, tehát valójában itt a 300-as limit maradt meg, tehát a bővítések után se haladja meg adott esetben egy meglevő épület fejlesztése ezt a limitet. De a lényeg az, hogy ez az egyszerűsített eljárás azt hozza magával, hogy az a korábban az építési engedélyezés során jelentkező kontroll, az, hogyha valaki megkapta az engedélyt, az több hozzáértő szakember az iratokat, a terveket áttekintette. Valójában, ha ez átment a rendszeren, kijött az engedély, az ember nyugodtan aludhatott és építkezhetett, hogy a nagyobb baj nem lehet. Ha szerint csinálja meg az épületet, akkor a használatba vételi engedélyt is meg fogja kapni, és elkerüli a bírságokat, vagy ettől nagyobb bajokat. Ez az egyszerű bejelentés eljárás során ez a fajta szűrő kimarad a folyamatból. Valójában az elektronikus rendszerbe a tervek feltöltésre kerülnek, és 15 nap leteltével, az igaz, hogy ehhez a platformhoz hozzáfér pár szervezet, de 15 nap elteltével jellemzően senki nem szól hozzá az építetőhöz, és kezdheti az alapozást. És csak abba bízhat, hogy elég bölcs, elég tapasztalt tervezővel hozta össze a sors, vagy kellőképpen körülnézett és talált és keresett ilyen szakembert. A kapacitás gondok egyébként nem is azt mondom, hogy általában véve a teljes szakmára értendők, talán a tapasztaltabb, idősebb, már több vihart megért, és ilyen szempontból megbízható munkájúnak mondható tervezőkre mondanám én ezt a korlátot, akikre budapesti előbb hivatkozott cikk alapján akár hónapokat várnak az ottani nevesebb kollégákra, de én azt gondolom ebből a szempontból, hát ha nem hónapokat, heteket azért a mi vidékünkön is lehet várni egy-egy jobb nevű tervezőre, akinek a segítségével remélhetőleg bírság és per és egyéb bajoktól mentes építkezést kezdhetünk. Mennyire lehet garancia mondjuk a kamarai tagság? A kamarai tagság önmagában azt a jogot jelenti a tervezőnek, hogy önálló saját nevén, ez vagy a személy, vagy az általa, az ő nevével dolgozó cég általi munkát jelenti. Tehát a kamarai tagság a feltétel annak, hogy valaki jogosultan tervezői tevékenységet, és persze még van azért pár másféle dolog is, műszaki ellenőröket, felelős műszaki vezetőket, bizonyos szakértőket, szintén nyilván tart a kamara, tehát mindezeknek és még sok mindenféle szakma gyakorlásnak a feltétele a kamarai tagság. Hát ezt esetenként ott, ahol többen dolgoznak együtt, vagy ezekben a nehéz válságévekben azért az irodában dolgozók megoldották úgy, hogy egy cégnél akár egy építésznek elég volt a per pillanat 50 ezer forintos éves kamarai tagdíjat kifizetni, és mellette dolgozhatott nyugodtan néhány kollega, vagy fiatal, nemrég diplomázott építész, akiknek egyébként a szakmagyakorlat szerint 2 éves gyakorlati időt legalább el kell tölteni ahhoz, hogy önálló jogosultságért folyamodjanak. Úgyhogy gyakorivá vált az, hogy bizonyos léptékű cégeknél egy aláíró pont elég, az ő nevén megy ki minden terv. Tehát a jogosultságot, amit viszont személyhez köt a kamara, azt
egy személy is elégséges, ha bírja. Nagyobb felelősség annak, aki ezt vállalta. Itt viszont ugyanakkor most, ha jól tudom, bevezették a kötelező szakmai felelősségbiztosítást. Így van, tehát ez egyenlőre a 300 négyzetméter alatti lakások világának a terméke, a tervezésre és a kivitelezésre is kötelező felelősségbiztosítást kötni. Korábban ezt valójában szabadon választva dönthették el a tervezők vagy a tervező szervezetek, azért jellemzően a komolyabb megbízásokat teljesítő cégeknél valamiféle felelősségbiztosítás elvárható, és gyakran általában véve ilyen van is. De mondjuk a családi ház tervezés világában, amit egy személyben is akár végezhet hosszabb távon is egy tervező, itt nem volt jellemző ez idáig, és ebben ez a most már kötelező döntés született, hogy ez év elejétől valójában két formában is felelősségbiztosítást köthet egy tervező. Ez lehet egy általán jellegű, éves szinten az éves árbevétellel összefüggő és mindent lefedő biztosítási forma, de lehet, hogy projektenként köti meg a tervező egy-egy építkezésre. Lenne még miről beszélnünk itt, hiszen néhány témát nem is érintettük, de sajnos az időnk lejárt, úgyhogy köszönöm, hogy befáradt a stúdió. Legközelebb folytatjuk.